Szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia téli ülésének sajtótájékoztatóján. Tisztelettel köszöntöm Mohos Gábor atyát, a konferencia titkárát, és felkérem, hogy foglalja össze az ülésen elhangzottakat. Én is tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit. A Püspöki Konferencia megtartotta idei utolsó ülését december 3-án és 4-én. Szó esett arról, hogy idén is elindítja Jónak lenni jó elnevezésű kampányát az MTVA, amelynek kedvezményezette ez alkalommal a Magyar Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete, a Katolikus Caritas. A november 10-től december 15-ig tartó akció elsődleges célja az adománygyűjtés mellett, hogy felhívja a figyelmet karitatív szervezet nagyon sokrétű tevékenységére. December 15-én vasárnap reggel 9 órától közel 10 órányi műsorfolyamban mutatják be a Caritas működését, szervezetét, támogatottjait, önkénteseit. Számos riport, beszélgetés, kisfilm, ismert közéleti, valamint televíziós személyiségek segítik az intézmény megismerését. A műsor alatt 5 élő helyszínen zajlanak majd a programok és gyűjtési akciók Budapest mellett Szombathelyen, Veszprémben, Pécsett, Miskolcon és Szegeden. Illetve folyamatosan fogadják az adományokat, valamint a jótékonysági árverés is kapcsolódik ehhez a kampányhoz. Aztán szó esett arról a konferenciülésen, hogy a 2014-től 20-ig tartó Európai Uniós költségvetési ciklus pályázati lehetőségeihez kapcsolódva a rendelkezésre álló források teljes és eredményes felhasználása érdekében a Katolikus Egyház szakemberei olyan fejlesztési stratégián dolgoznak, amely az egyház által fenntartott intézmények működési feltételein szeretnének javítani, és az ide vonatkozó pályázati lehetőségeket kihasználni, hogy ezáltal hazánk társadalmi és szociális helyzetének javulásán is tudjunk segíteni, fáradozni. A konferencia üléséhez kapcsolódóan Prokommunikatione Christiana díj átadására került sor Neumayer Katalinnak, a Magyar Kurír nemrégiben nyugdíjba vonult főszerkesztőjének. A kitüntetéssel a testület Neumayer Katalin csaknem 2 évtizedes munkáját ismeri el a hazánk katolikus hírügynökségének a vezetőjeként. A díjat a konferencia nevében Erdő Péter bíboros úr adta át a tegnapi napon. Ugyancsak meghallgatta a konferencia Kuzmányi Istvánnak, Neumayer Katalin utódjának, a Magyar Kurír október 1-től hivatalba lépett új főszerkesztőjének beszámolóját a szerkesztőség működéséről és jövőbeni terveiről. Emellett Püspökök testülete döntést hozott arról, hogy a Magyar Kurír internetes portál megújítása után új arculatot és struktúrát dolgoztat ki a katolikus.hu weboldal számára. A hamarosan megújuló portál igyekszik majd megfelelni a kor növekvő és folyamatosan fejlődő elvárásainak, emellett továbbra is szoros együttműködésben marad a már egyre nagyobb olvasottsággal rendelkező hírportállal is. Ugyancsak az ülésen Veres András püspök, a Caritas in Veritate bizottság elnöke beszámolt a Katolikus Társadalmi Napok rendezvény sorozatról, amely szeptember 20 és 22-e között került megrendezésre több helyszínen, elsődlegesen a Nemzeti Múzeumnak a kertjében. Az esemény bemutatta a társadalom érdekében tevékenykedő katolikus intézményeket és szervezeteket. Noha ez nem volt teljes körű, így is igen gazdag kiállítás, illetve ezeknek az intézményeknek, szervezeteknek a megismerésére volt lehetőség, amellyel igen sokan éltek. Közel 18 ezer látogató fordult meg a 3 nap alatt a rendezvényen, ahol azokra a mai társadalomban mindannyiunk számára ismert problémákra, nehézségekre, kérdésekre vonatkozó katolikus válaszokkal találkozhattak, amelyek a mai kor komoly kihívásai a társadalomban, a különböző hátrányban levő embertársaink és az ő
helyzetüknek a segítése, amelyben a katolikus egyháznak sok intézménye és sok szervezete részt vesz. Ennyi a hivatalos beszámoló a konferenciáról. Köszönöm szépen a figyelmüket, és természetesen a kérdésekre ég szívesen állunk az önök rendelkezésére. Köszönjük szépen, hogy a beszámolóját, és kérem pedig a kérdését. Szerdai Csongor vagyok. Szeretném kérdezni, az új díj, amely Neumayer Katalin kapott, az új díj, mikor lett alakítva, és kapta-e már valaki? A díj annyiban új, hogy Neumayer Katalin kapta először ezt a díjat, de annyiban nem úgy, hogy néhány évvel ezelőtt alapította ezt a püspöki konferencia. Ugyanakkor eddig még nem került a díj kiosztása, Neumayer Katalin az első díjazottja, de természetesen nem az utolsó, tehát a jövőben más a katolikus médiában, vagy a katolikus egyházat a médiában segítő ezt a munkát végző szakembereknek, újságíróknak ez a díj majd odaítélésre kerül. A másik kérdés, hogy a pápa látogatásról tudunk-e valami többet, a kattáskor fölröppent örvendetes hír azóta? A pápa látogatásról annyit tudunk, hogy hivatalos meghívás érkezett mind állami, mind egyházi részről a Szent Atya felé 2016-ra, amely Szent Márton püspök születésének az 1700. évfordulója. Tudjuk azt, hogy Szent Márton a mai Szombathely területén, tehát Pannonia területén született, ilyen értelemben kötődik ez a meghívás az ő személyhez, ehhez az évfordulóhoz. Tudjuk azt, hogy a Szent Atya készségét nyilvánította a meghívás elfogadására, de természetesen, mivel még 3 év van addig a részleteknek a megbeszélése, egyeztetése az a későbbiekben fog megtörténni. És még egy kérdés, a kattás rendezvény nagyon sikeres volt, gondolkodtak-e a folytatásra? Igen, fölmerült a folytatás lehetőség, és minden bizonnyal lesz folytatás. Az még nem dőlt el, hogy ez jövőre 2-3 év múlva, tehát e tekintetben ez az időtávlat, hogy milyen gyakorisággal kerüljön megrendezésre a rendezvény, az még kérdés, nagy valószínűséggel nem évente kerül majd megrendezésre, hanem egy kicsit nagyobb ciklusban, hogy komoly felkészülést igénylő rendezvényt azt valóban színvonalasan tudjuk megrendezni. További kérdések. Igen. Gyurcsány Ferencnek a vatikáni szerződés támadó megnyilvánulással kapcsolatban foglal leállást a püspöki konferencia. Ez a kérdés nem szerepelt a napi renden. Mennyiben nincs további kérdés, azt szeretném megköszönni titkár úrnak, hogy a sajtó rendelkezésére állt. Önöknek pedig köszönöm, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, és kívánok mindenkinek áldott adventi készülődést.